A legutóbbi nagymintás ifjúságkutatás eredményei szerint a 15-29 éves fiatalok a bizonytalanságot, anyagi problémákat és céltalanságot követően a közösségek válságát tekintik nemzedékük legégetőbb problémájának. Ennek kapcsán beszélgetek Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet kutatójával. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A felvezetőben elmondottak tekintetében nagyon érdekes, hogy minden évben kihirdetik az év szavát, és hogy 2022-ben milyen szó az, ami nyert. Alapvetően abból indulnak ki a nyelvészek, hogy a nyelv az tükrözi azokat a változásokat, legyen szó az negatív változásokról, akár válságokról is, amely az adott évben lezajlottak, és amelyek körbevesznek, és az adott nyelvben megtalálhatók azok a kifejezések is, amelyek leginkább le tudják írni a korszellemet. A Collins English Dictionary 2022-ben is kihirdette az évszavát, és ez pedig a permakrízis lett, amely egy olyan időszakot, egy állandósult időszakot igyekszik leírni, amelyet leginkább az instabilitás és a bizonytalanság jellemez. Tehát a szótárnak a munkatársai úgy gondolták, hogy a 2020-as évet ez a kifejezés tudja leginkább leírni. Tehát a válságok évtizedét éljük? Gyakran elhangzik az elmúlt évek során a különböző beszélgetésekben, hogy valóban a válságok évtizedeit nézzük, és valóban, hogyha visszatekintünk egy kicsit a múltba, akkor láthatjuk, hogy a válság számos formájával találkozhattunk már az elmúlt években is, legyen szó gazdasági jellegűről, klímaváltozással kapcsolatos kihívásokról, járványról, háborúkról, és hogyha jó pár évvel ezelőtt megkérdeztek volna bennünket, hogy mennyi esélyt látunk arra, hogy világjárvánnyal vagy háborúval fogunk szembesülni, akkor valószínűleg erre egész kevés esélyt adtunk volna, hiszen bíztunk abban, hogy például az orvostudomány is már olyan fejlettségi fokon áll, hogy egy ilyen világméretű járványt el tudunk kerülni, illetve abban is bíztunk, hogy a különböző érték és érdek konfliktusokat tárgyalásos úton meg tudjuk oldani. Ennek ellenére azt látjuk, hogy ezek az úgynevezett fekete hattyú jelenségek szembe jöttek velünk, tehát olyan események zajlottak, amire senki nem számított, és válságos időszakot eredményeztek. Hogyha a jövőbeli prognózisokat nézzük, akkor pedig szintén azt láthatjuk, hogy gyakran elhangzik azt, hogy a válságoknak a következményeivel még szembe kell néznünk a jövőben, illetve abban sem lehetünk teljesen biztosak, hogy más olyan események nem fognak bekövetkezni, amelyek szintén válságos helyzetet teremtenek. Tehát ebből a szempontból mindenféleképpen érdemes azt megnéznünk, hogy miképpen reagál erre a társadalom ezekre a mélyreható változásokra, és a társadalmon belül különös tekintettel az egyik legsérülékenyebb, legszenzitívebb társadalmi csoportra, az ifjúságra. Ugye a régmúltban is voltak válságok, akár hogyha visszatekintünk a világháborúkra, tehát az én nagyszüleim azért megélték ezt, vagy megélték a gulágot 5 évig. Mi az, ami nekik akkor segített túlélni ezt, és tovább élni? És ezt hogyan tették? Ezek tanult dolgok, vagy örökölt dolgok? Alapvetően azt szokták mondani a pszichológusok, hogy ez egyfajta képesség. Ez a pszichológiában egyébként a reziliencia szóval írható le, és ez nem egy velünk született tulajdonság vagy személyiségvonás, hanem egy olyan képesség, ami által mi ezeket a nehéz időszakokat, kihívásokkal teli időszakokat le tudjuk küzdeni, és ami nagyon fontos, hogy vissza tudunk találni az eredeti jó állapotba. Tehát ezek a képességeket pedig sok esetben a közösségen belül tudjuk elsajátítani. Tehát a közösségeknek van egy olyan fajta funkciójuk is, hogy egyrésztről információt adnak át, másrésztről a közösség tagjai fordulhatnak a közösséghez a különböző problémáikkal, segítséget kérhetnek, és nagyon fontos, hogy a megküzdési stratégiákat is át lehet venni, illetve meg lehet tanulni a közösségen belül. Tehát akkor ez a tulajdonság tanulható? Mennyit számít ilyenkor a tapasztalat? Ugye a mostani fiatal korosztály az még semmilyen nehéz helyzetet nem élt meg, ha így globálisan tekintjük, persze.
Igen, természetesen ez tanulható, és tapasztalat útján tanulható, és ebben az idősebb generációnak a tagja is nagyon sokat tudnak segíteni a fiataloknak, és a fiatalok egymásnak is, tehát hogy az ő saját közösségeik, baráti közösségeik is tudnak ebben segíteni. Az, hogy nem magányosan és egyedül kell szembenézniük ezekkel a kihívásokkal, hanem van egy olyan közösség, ahova fordulhatnak. És az ifjúságkutató intézet is a különböző kutatásokból azt olvassa ki, hogy a közösségeknek meghatározó szerepük van a fiatalok életében. Mit mutat a legutóbbi kutatás tekintetében a mai ifjúság probléma térképe? Mi az, amit a legnagyobb kihívásnak, a legnagyobb gondnak látnak? A kutatásról csak nagyon röviden megemlíteném, hogy ez egy kutatássorozatnak a legutolsó adatfelvétele volt. Ez 2020 őszén került sor erre az adatfelvételre, és ezeknél az adatoknál rákérdeztek a fiataloknál arra is, hogy mit gondolnak, hogy mi az ifjúság vagy a saját nemzedéküknek a legégetőbb problémája. Ez egy nagy mintás ifjúság kutatás, és hogy a nevében is rejlik, nagy mintán vizsgálja a fiatalokat, tehát gyakorlatilag 8000 magyarországi 15 és 29 év közötti fiatalokat kérdeztek meg. Hogyha egy kicsit a múltba visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy a 2008-2012-es adatfelvétel során még inkább a konkrét kézzelfogható problémák jelentek meg a fiatalok problématérképén. Gondolhatunk itt a munkanélküliségre, elhelyezkedési nehézségekre, pénztelenségre, szegénységre, de megjelent például a drogok és kábítószereknek az elterjedése is. Ahogy pedig a jelen felé haladunk, pontosabban 2020 ősszel felé haladunk, akkor pedig azt tapasztalhatjuk, illetve az rajzolódik ki, hogy ezek a konkrét problémák egyre inkább átadják a helyüket az illékonyabb problémák számára, és már a legfontosabb probléma 2020-ban a bizonytalanság és kiszámíthatatlan jövő volt. Harmadik helyen szerepelt egyébként még a céltalanság, illetve az, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének. Ettől függetlenül egyébként az anyagi biztonság kérdése is markánsan megjelenik a vizsgált időszakban, ami pedig annak is betudható, hogy ez az az időszak, amelynek során a fiatalok elindulnak a függetlenedés útján, és olyan életeseményeknek a bekövetkeztét várják, mint például a családi fészekből való kirepülés, a saját egzisztenciának a megteremtése, vagy akár a családalapítás, amelyekhez viszont nagyon meghatározó az, hogy milyen anyagi helyzetben vannak. De visszatérve egy kicsit a 2020-as probléma térképre, ami újdonság, hogy egy új probléma is megjelent a fiatalok gondolkodásában és életében, és ráadásul az előkelő negyedik helyen szerepel, ez pedig a baráti társaságoknak és a közösségeknek a hiánya. Ami szintén, ugye, ahogy már említettem, 2020 őszén történt az adatfelvétel, tehát a koronavírus járvány okán a különböző korlátozásoknak a hatásait is megjelenik. Ekkora lenyomata van a válságoknak a problémák átrendeződése tekintetében? Igen, valóban ez látszik, és van még egy másik dimenzió, ami szintén megerősíti ezt a hipotézist, mégpedig az, hogy megkérdezték a fiatalokat attól, hogy mitől tartanak, milyen események bekövetkeztétől tartanak, tehát milyen félelmeik vannak. 2020 őszén a legfontosabb ilyen esemény, amitől tartottak, az a világjárvány volt. A második helyen szerepelt egyébként az, hogy félnek attól, vagy tartanak attól, hogy a politikusok rosszul kormányozzák az országot, a harmadik pedig egy következő világgazdasági válság bekövetkezte, és ettől egy kicsit lemaradva a klímaváltozás. Egyébként 2020 őszén még az is kirajzolódott, hogy a legkevésbé a technológiai fejlődéstől tartanak a fiatalok, tehát nem félnek sem a mesterséges intelligenciától, sem pedig attól, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját. 2020 őszén egyébként a felsorolásban megjelent a következő világháború is, és ekkor még a fiatalok úgy gondoltak erre, hogy inkább nem tartanak ennek a bekövetkeztétől.
Természetesen az elmúlt két évben ez megváltozott, hiszen 2022 tavaszán az Ifjúságkutató Intézet megkért ezt a 18 és 21 év közötti fiatalokat, hogy mik azok az ügyek, amik leginkább foglalkoztatták őket, miről beszélnek a legtöbbet, és itt a járvány már átadta a helyét az inflációnak, illetve az ukrán-orosz háborúnak, tehát láthatjuk azt, hogy ezek az események, amelyek negatívan is érintik az ő életüket, ezek bizony megjelennek az ő gondolkodásukban. Arra rákérdeztek-e, hogy hol érzik magukat biztonságban? Igen, ez a kérdés is szerepelt a kérdőívben, és alapvetően azt lehet mondani, hogy minél közelebb kerülünk fizikailag is az otthonhoz, a családhoz, annál nagyobb biztonságban érzik magukat a fiatalok, tehát a saját otthonukban, a saját településükön, saját utcájukban érzik leginkább biztonságukban magukat, és minél inkább távolodunk az ott úgymond otthon melegétől fizikailag is, annál kevésbé érzik magukat biztonságban, legkevésbé egyébként az Európai Unió országain kívüli területeken, illetve az interneten érzékelik ezt a fiatalok. Információszerzésben is ezekre a közegekre hagyatkoznak, vagy azért itt már megjelenik az online világ sokkal inkább? Természetesen az online világnak is meghatározó szerepe van, és egyre fontosabb szerepet tölt be. Ugyanakkor a család és barátok szerepe ebben a kérdésben is vitathatatlanul fontos a fiatalok számára, tehát információforrásként is. Kiben bíznak egyébként a legjobban? Legjobban a családtagjaikban és az ismerőseikben bíznak, tehát itt is azt láthatjuk, hogy a közösségek és a közösség alatt itt például a családot és a barátokat tekinthetjük, nagyon, nagyon fontos szerepet töltenek be az életükbe. Egyébként a közösségekkel kapcsolatban még érdemes azt is megemlíteni, hogy ide sorolhatjuk tágabb értelemben a nemzetet is, és itt is azt tapasztalhatjuk, hogy 2016-hoz képest valamelyest erősödött a fiatalok nemzeti identitása, tehát erősödött az a nemzethez való tartozás érzése is az ő esetükben. Tehát szeretném említeni, hogy a közösséghez való tartozás fontos dolog, és hogy a család is ide tartozik, de egyébként mit nevezhetünk még közösségnek? Alapvetően tehát a különböző szinteken beszélhetünk közösségről, tehát a család, az ismerősök, a barátok, akkor tágabb értelemben ugye nemzet is, de a munkatársak, iskolatársak is közösségnek tekinthetők. Vannak ennek szabályai, hogy mennyi az együtt töltött idő? Például, ha online vannak együtt a barátok, egy baráti társaság az közösségnek számít? A fiatalok gondolkodásában szerintem ezt már nagyon nehéz elválasztani egymástól, hiszen azokkal a barátaikkal is, akikkel szeretnek együtt tölteni időt, illetve az iskolatársaikkal is online felületeken és platformokon is tartják a kapcsolatot, tehát inkább talán ez egy ilyen kiegészítő jellegű történet tud lenni az ő esetükben. Nehéz most már ezt külön választani, hogy esetleg vannak olyan közösségek, akikkel csak offline térbe tartják a kapcsolatot, hiszen ez már meghatározó az ő életükben. Mikortól nevezhetünk valakit közösségnek? Számít az együtt töltött idő? Az együtt töltött idő szerintem valamilyen szempontból számít, de talán még fontosabb az érzés, hogy a közösséghez tartozónak érzi magát valaki. Az mitől függ egyébként? Az, hogy én kimerem, vagy ki tudom mondani azt, hogy nekem vannak barátaim, számíthatok emberekre? Ez is ide tartozik, tehát ez szerintem egy sokkal komplexebb folyamat, tehát ide tartozik az is, hogy együtt töltök velük időt, együtt szeretnék velük időt tölteni, megbízom bennük, illetve hogyha nem nincs lehetőségem arra, hogy találkozzam velük, akkor ez egyfajta hiányként lép fel az életembe, illetve a gondolkodásomban. A járványhelyzet mindenkit áttett egy kicsit az online világra, nem lehetett kapcsolódni egymáshoz fizikailag. Mennyire változott meg a közösségi rendezvények szerepe ebből a szempontból? Sokszor tapasztalom azt a saját gyermekeim szempontjából, akik ebbe a korosztályba tartoznak, hogy kevesebb lehetőségük vagy módjuk van arra, hogy találkozzanak egymással, hogy közösségi rendezvényen vehessenek részt.
Valóban, tehát ugye a korlátozásoknak van egy ilyenfajta lenyomata is, hogy nehezebbé vált személyesen találkozni a barátokkal, ismerősökkel. Ugyanakkor az éremnek van egy másik oldala is, tehát egyéb nemzetközi kutatások kimutatták például azt, hogy nagyon sok olyan tevékenység alakult úgymond online közösségekben, illetve online felületeken, amelyek akár pozitívan is értékelhetünk. Például nagyon sok olyan platform született, ahol jogázni lehet, a fiatalabb korosztály elkezdett klasszikus zenét hallgatni, ami hozzásegítette őket ahhoz, hogy a különböző nehézségeiket leküzdjék, illetve a mentális egészségükre vigyázzanak. Tehát ilyen szempontból vannak pozitív példák is, amelyek online felületen születtek meg, és amelyek hozzásegítették a fiatalokat ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot átéljék, illetve keresztül menjenek ezen a nehéz időszakon. Hadd kérdezzem meg egy kicsit az együtt töltött időről, a szórakozásról. Ugye, bocsánat, hogy mindig visszacsatolok egy kicsit a múltra. Régebben egy közösség életében voltak a közös rendezvények, a bálok, vagy a közös munka, a kukoricafosztás, stb., amikor meséltek, beszélgettek egymással, megoszthatták a gondolataikat. Ilyen lehetőségeik vannak ma a fiataloknak? Közös együtt szórakozás, közös beszélgetések? És hogyha ennek a hiányát érzik, akkor ki tehet róla? Természetesen vannak olyan lehetőségeik a fiataloknak, hogy találkozzanak, és talán inkább én onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy nagyon fontos felismerni azt, hogy a fiataloknak van igényük a közösségi létre, és a társadalomnak is, a közösségeknek is, és az egyéneknek is van felelősségük abban, hogy ezekkel a lehetőségekkel a fiatalok élni tudjanak, hiszen amint már a beszélgetés elején is előhoztuk, ezek a közösségek hozzásegítik a fiatalokat ahhoz, hogy a különböző problémáikat is meg tudják oldani. Tehát talán ebből a szempontból fontos kiemelni a közösségeknek a szerepét, illetve a társadalmi felelősségvállalást, hogy beszéljünk arról, hogy a közösségeknek igenis nagyon fontos szerepe van még a mai napig a fiatalok életében. Attól függetlenül, hogy természetesen gyakran szokták mondani, hogy ez a társadalmi csoport a magányosod felé vezető úton van köszönhetően az új médiának, illetve a digitális eszközök használatának. Ugyanakkor az eredmények mégis azt mutatják, hogy számukra igenis fontos az, hogy közösséghez tudjanak kapcsolódni, tehát felelősségünk van abból a szempontból, hogy hozzásegítsük őket ahhoz, hogy ezek a közösségek kialakuljanak és működni tudjanak. Megjelenhet-e ezen az úton valamilyen szinten, Georgina, a spiritualitás vagy a vallás? Az eredmények azt mutatják, hogy a koronavírus járvány számos területen befolyásolta a fiataloknak az életét. Természetesen a leginkább az online töltött időmennyisége változott, de változott az anyagi körülményeik is, illetve a kapcsolatuk a családjukkal. A legkevésbé egyébként az Istenhez, valláshoz és spiritualitáshoz való kötődésükre gyakorolt hatást a koronavírus járvány. Azonban emellé azt is oda lehet tenni, hogy addig, amíg az online töltött idő mennyiségével kapcsolatban megoszlottak a vélemények abból a szempontból, hogy ezt inkább negatív vagy pozitív irányba érzékelték a fiatalok. Az anyagi körülményeiket inkább negatívan érzékelték a változást, ugyanakkor a családjukkal való kapcsolatukban és az Istenhez, valláshoz való kötődésükben pozitív változást érzékeltek. Ön előadást tartott ebben a témában, amelynek az volt a címe, hogy iránytű nélkül ifjúsági problématérkép. A problématérképről már beszéltünk. Miért úgy kezdődik a cím, hogy iránytű nélkül? Ez egy figyelemfelkeltő cím szeretett volna lenni, és arra felhívni a figyelmet, hogy ahogy már említettük, a probléma térképen ez a fajta céltalanság, bizonytalanság, ezek az illékony problémák megjelennek, és előkelő helyen jelennek meg, úgyhogy figyelni kell arra is, hogy a fiatalok
fiatalok szempontjából, hogy hozzásegítsük őket ahhoz, hogy célt találjanak az életüknek, illetve ezeket a fajta bizonytalanságokat kezelni lehessen. Georgina, hogyha a jövőbe tekintünk, és azt feltételezzük, hogy lesz még ilyen helyzet az ő életükbe, ne így legyen, de ha mégis lesz, akkor a mostaniakból tanulhatnak, okulhatnak, tehát már jobban felkészülve tudnak élni a megküzdési stratégiákkal? Valószínűleg ezek a tapasztalatok mindenféleképpen tudnak segíteni a fiataloknak, legfőképpen akkor, hogyha ezt közösen élik meg, illetve közösen tudnak megküzdési stratégiákat kialakítani. De egyébként, hogyha már a jövő szóba került, akkor 2020 őszén a fiatalok alapvetően pozitívan tekintettek a jövőbe, tehát attól függetlenül, hogy vannak nehézségek az életükben, illetve vannak olyan események, amelyeknek komoly hatásuk van az életükre vonatkozóan, ettől függetlenül ők bíznak a jövőben. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, az Ifjúságkutató Intézet kutatójával, Kiskozma Georginával beszélgettem. Áldott szép ünnepeket kívánok, köszönöm szépen.